Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a TV App című podcast sorozatnak a legújabb adása, amiben a Westworld második évadának a negyedik részéről fogunk nektek beszámolni, aminek a címe Riddle of the Sphinx. Műsorvezető kollégáim ezúttal is Ákos. Sziasztok. Gáspár. És ismét itt van a filmbarátokból ismert Gergő. Sziasztok. Ismételten köszönjük, Gergő, hogy így lóhalálában ide futottál konkrétan a stúdiónkba, hogy rögzítsük az adást. Egészen Pestig futottál a Deadpool vetítésről, de egész gyorsan futottál ahhoz képest. Hát igen, azért vannak fontos dolgok az életben. Tehát van a Deadpool, meg van a TV app, és ilyenkor azért mindig a TV app a nyerő. Igen, abszolút. Köszönöm. Főleg, hogyha nem egyszerre vannak. Én nem is tudtam, hogy van stúdió. Nekem ez egy nagyon meglepetés. Igen. Jó, akkor vágjunk bele. Először is arra szeretném kérni ismételten a hallgatókat, hogy írjátok meg a véleményeteket az epizóddal kapcsolatban. Én előjáróban egy mondanék, hogy igen erős véleményem van. Szerintem ez a rész ez igen kimozdult a Westworld-nek a komfortzónájából. Azt, hogy milyen irányba, az hamarosan kiderül. De kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszett. Felkavarta egy picit az állóvizet, amit valljuk be őszintén az elmúlt pár részekben én azt éreztem, hogy picit ugye egy langyi meleg szint haladunk, de nem igazán vannak kitörő csúcspontok, vagy ugye mélypontok, de ez a rész ez erre rácáfolt, úgyhogy írjátok meg a YouTube videónk alatti kommentben, de küldhettek e-mailt is a tunap314@gmail.com címre, Facebookon és Twitteren is jelen vagyunk, facebook.com/radiotunaup, Twitteren pedig az @radiotunaup néven találtok meg minket. Illetve azt szeretném még elmondani, ezt korábban elfelejtettem, hogy ugye olyan szinten vagyunk spoilermentesek, hogy minden, ami ennek a résznek az utolsó jelenete utáni információ, az spoiler, tehát bármilyen trailer, kép vagy hír, én azt spoilernek tekintem, úgyhogy tényleg csak addig beszéljünk, amíg a rész tart. Összességében hogy tetszett nektek az epizód? Ez a kérdésem, Gergő. Adta. Így röviden, tehát tényleg így ez volt az évadban az első rész, amire azt tudom mondani, hogy na, ez baszó volt. Tehát, hogy ez úgy minden szempontból amúgy tök rendben volt. Tehát itt volt egy tök jó sztori, önálló történetként, epizódként is tök jól működött, a nagy egészhez is tök jól hozzáadott, volt benne kellő mennyiségű mindfuck, a rejtvények, meg a rejtélyek, meg a kis nyomok hozzá tök jól el voltak ejtve. Tehát úgy minden olyan volt, ami ennek egy ideális világban az összes Westworld epizódnak lennie kellene. Így van. Többiek? Azt hiszem, most lehet, hogy én leszek a nem annyira boldog kis cserkész. Tetszeni, nem, egyébként tetszett, tehát hogy biztos, hogy nem negatív a véleményem. Nekem igazából ez egy ilyen korrekt, jó, oké rész volt, valahogy az előzőben, amit meg mindenki más utált, valahogy ott jobban éreztem ilyen nyomokat, vagy ilyen bizonyos pillanatokat, amik tetszettek. Itt igazából a leginkább kiemelkedő élmény az volt, hogy ugye így nézem a részt, megtörténik valami, akkor kitaláltam rá valami jó teóriát, vagy egy jó gondolatot, és aztán nem tudom, 20 perccel később meg azt így meg is válaszolták, igen, és azt mondta, hogy anyátok. De ez tök jó volt, hogy nem húzták, nyúzták órákon keresztül, hanem így be is igazolták a sejtésemet, nekem is ugyanez volt. Igen. Csak nekem ez egy kicsit olyan volt, hogy felírtam magamnak, hogy ez van, vagy vajon valami, és aztán egy kiderült, és akkor ki kellett húztam. Jaj, és akkor nem tudtál itt menősködni a kis teóriáit. Azért van, nyugodjál. Jó, oké, megnyugodtam. Ákos? Pont ezt akartam én is mondani, amit a Gáspár mondott, hogy ez volt ebben a részben a jó, hogy tök egyértelműen közölte a sorozat ilyen kis hintekkel, hogy lehet, hogy ez lesz a csavar majd az évad végén, és mondom, azt ne nyújtsák el, mert már most túl egyértelmű, és megválaszolták a rész végén, vagy a rész közepén ezeket a kis behozó dolgokat. Meg itt éreztem igazán, hogy a previously rész, amit nem tudom, ti végig szoktatok-e nézni, hogy ott rohadtul spoilereztek azzal, hogy végül is ki is az a Grace. Az HBO-ból nincs is benne a previously. Nincs, bizony. De én összevágtam egyet. Spoilerestre vágtad? Hogy lesz? Igen, és meglepődtem. Hogy vághattam spoilereset? Az Encore csatornáról. Igen, Encore-gó. De egyébként én azt tudom erre a részre mondani, hogy ez volt így a sorozat történetében az első olyan epizód, amire azt tudom mondani, hogy wow,
hogy ez kicseszett jó volt szerintem. Ugye. És pont az volt benne a jó, sokáig gondolkodtam, hogy mitől működött ez annyira, hogy ez ennyire jó legyen, mert annyira nem különbözik a többitől, de ahogy a Gergő mondta, van egy önálló történet, egy kerettörténete volt az egésznek, ami köré épült, egy, mondhatni egy karakterről szólt, hogy ki is ez a Man in Black, a William, és mit akartam még mondani? Kevés volt benne az ilyen Coelho-s, mély idézett gyötrelem, igen, amit folyamatosan a Dolores szájába adnak, és itt ugye Doloresnek nyoma sem volt, hál' Isten. Volt egy-kettő itt is, de viszont az kurva jó volt az itt működött, pokol, igen. Pokolból, hogyha felnézel, akkor mit látsz meg ilyenek. Igen, igen, itt abszolút adta magát az egész, és fú, nagyon jó volt. És Lisa Joy valami elképesztően jól megrendezte a részt. Annyira lehetett érezni, hogy úgy ráérzett minden egyes érzelemre, a karakterekre, például a William és a, vagy nem William, a két William, a Jimmy Simpson és a az Ed Harris. Az Ed Harris az konkrétan itt a játékuk egyezett, és amit mondtál még András, nem tudom melyik adásban, hogy nem tudod elhinni, hogy Jimmy Simpson az öreg Ed Harris, és itt pedig pont azok a kis manírok ott voltak az arcán, és tök jó volt, hogy tök jó volt a színészvezetés a résznek. Fú, nekem nagyon tetszett, kicsit losztos volt. Na, a tök jó egyébként így műsorvezetőnek lenni, mert mindent elmondtok előre, amit én akartam, és így nekem már semmilyen babér nem terem, de ez azt jelenti, hogy egyezik a véleményünk. Én is azt gondolom, hogy a sorozat eddigi részei mind olyanok voltak, hogy akartam benne látni a zsenialitást, de nem éreztem egyszerűen. Tehát, hogy na, kurva jó színészek mondtak, viszonylag jó, meg párbeszédeket, rejtély volt, meg minden is, de valahogy nem éreztem, hogy ez zseniális lenne, hanem csak olyan korrekt volt. És ez volt az egyetlen rész, ahol tényleg azt éreztem, hogy itt hogy beszív egyet a képernyő. És minden egyes centire figyelek, és ott vagyok, és teljesen magába szippantott az egész. Ez azért is lehet egyébként, mert úgy tudom, hogy minden négyen szeretjük a Lostnak az első pár évadát, és ez nekem nagyon emlékeztetett a Lostra, főleg a második évadra. Tehát az első részére, igen. Hát a második évad első részére, tehát az a nyitány, ami itt volt az elején, az egy az egyben megegyezik a Lostnak a nyitányával, amikor ugye a Hatchnek a pincéjében ugye Desmondot látjuk, amint a napi rutinját éli meg, és ott is ugye skót ember volt bezárva, és itt is hasonló, de a Lostot nem csak ilyen exakt értelemben gondolom, hanem az egész hangulata, hogy olyan rejtélyeket dobott fel végre a sorozat, amik érdekelnek. Mert most, hogy az a rejtély, hogy mi az ajtó, azt leszarom. Tehát az, abban semmi érdekes nincsen, de hogyha az a rejtély, hogy az emberi tudat az örökké tud-e élni akkor, hogyha egy hossznak a testébe berakjuk, és ez egy jó dolog-e, vagy nem jó dolog-e, az engem viszont már érdekel, mert van egy emberi kötődésem hozzá. Úgyhogy ilyen szempontból is tetszett, hogy a rejtélyeket le tudták az emberi szintre vinni. Nem csak ilyen lózungokat dobáltak a semmibe, és nem volt 20 perces honfoglalás szintű akciójelenet sem, hála Istennek. És tényleg Lisa Joy, mint rendező, hát nem tudom, szerintem az egyik legjobb munkát végezte. Tehát mind a beállításokban kurva jók voltak az átmenetek szerintem az idősíkok között, akár hogy egy képen belülvágás nélkül oldották meg, vagy voltak nagyon szép beállítások. Ő mert... amúgy rendezett korábban? Nem, ez a debütálás. Aha, rendezés, úgyhogy... pont ezen gondolkozom, hogy én nem emlékszem rá, hogy rendezett volna, és ahhoz képest pedig nagyon... tipikusan olyan részt rendezett, aki így érti, hogy mit csinál, vagy érti, hogy miről szól a Westworld. Abszolút. Tehát az előző részhez képest, amit olyan rendezőt csinált, mint aki valami Budapest TV és az Ambo Jimmy fellépést rendezett legutóbb, tehát ahhoz képest ez sokkal inkább volt kitalálva, és rengeteg szimbólum volt benne, hogy a ciklikusság egyébként nagyon érzékeltette a Delosnak a jelenteiben, ugye, hogy ő teker, az egész szoba ugye kör alakú, plusz még a Bakarit lemez játszónak a körkörössége, és ezek mind tudatosan elhelyezett momentumok voltak egyébként, ezt olvasni is interjúban. Igen, és az volt az érdekes abban a jelenetben, hogy ugye talán háromszor kapjuk meg azt a flashbacket, aha, és amikor még a fiatal William van, akkor folyamatosan közeliket látunk bent a szobából,
és amikor utoljára bejön az öreg William, akkor már kívülről is látjuk a szobát, és kívülről látunk mindent, és megtöri ezt a harmóniát, amiben addig élt ez a karakter, a Belos karaktere, és baromi jó, ahogy ezeket alkalmazta Lisa Joy, és nem ilyen ilyen elvont szimbólumokat, meg képi világot és beállításokat használt, hanem úgy használta ezeket, hogy közérthető, és érezted, hogy ott valami más, és ilyen tök egyszerű dolgokkal fogta meg a figyelmet. Én ahhoz tudnám hasonlítani ezt a részt, amikor Breaking Bad-be Rian Johnson rendezett egy-két részt, és ez úgy mindig kiemelkedett az a rész, mert valami más volt benne, és ez is kb. Olyan volt, mint azok. Abszolút. És te nem gondoltam volna, mert azért az első filmes rendezők azért nem szoktak ilyen erősen indítani, és tényleg kiemelkedett szerintem rendezésileg is ez az epizód minden tekintetben. Ami még zárójelben mondanék, hogy annak ellenére volt baromi jó ez a rész, hogy nem vitték tovább a szót a Maeve-nek a storyline-ját, pedig mindannyian arra vártunk, hogy akkor Shogun World. Ez nem lett, és nem hagyott hiányérzetet, mert annyira lekötött így is a sztori. Illetve Dolores se volt, hála Istennek, nem kellett nézni a buta fejét. Bocsánat. Jó, még valami gondolat így általánoságban, vagy akkor elkezdhetjük boncolgatni. Boncolgassuk. Jó, úgy gondoltam, hogy a Delosnak a szálát, aki egyébként úgy néz ki, mint Ridley Scott, és végig azon gondolkodtam, hogy mennyire ugyanúgy néz ki, mint Ridley Scott, őt hagyjuk a végére, és akkor kezdjük a Men in Black-nek a jelenlévő szálával. Ugye úgy kezdődik, hogy Lawrence és Bill együtt utaznak, és azt látjuk, hogy sínt építenek a hostok, de úgy, hogy így emberekből, mármint, hogy hostokból rakják le azokat a kereszt, akármiket. Elvileg emberekből is, ezt ennek direkt utána olvastam, hogy, hogy ott, bennem is azt fogalmazódott meg, hogy azok most hostok vagy emberek, de elvileg egy nyilatkozat alapján az derült ki, hogy azok hostok is, és emberek is. És egyébként erről, ezzel kapcsolatban olvastam egy tök vicces forgatási sztorit. Az egyik színész mesélte, hogy így ugye Lisa Joy első rendezése, és megy oda az Ed Harris, ez ugye nem mer megszólalni, nem mer neki instrukciókat adni, mert ő az Ed Harris, ő meg a kis Lisa Joy, aki azt se tudja, hogy melyik lencse kell a kamerára. És egyszer csak az Ed Harris az egyik jelenetben leszáll a lóról, és elkezdi rugdosni a hullákat. De hogy így izomból, így elkezdi szalaszét rúgni, ahogy próbababák voltak ugye beöltöztetve, de így a fejét lerúgta, meg így a köllel lekivett, és így mindenki néz egymás, hogy ebben mi a fasz ütött, hogy beszedett valami szert, vagy mi. És aztán kiderült, hogy azért, mert a lovak azok olyanok, hogy ha nem halott a földön fekvő, akkor attól megriadnak és idegesek lesznek, és meg kell mutatni a lónak, hogy az már pedig halott, és ezért szállt le az Ed-Harris a lóról, és ezért verte szét a próbababákat. Úgyhogy kár, hogy ezt nem hagyták bele a filmben, hogy lesz az Ed-Harris, és ásóval neki megy a hulláknak. De várjál, utána meghoztak neki másik próbababákat, és azokat is szétjött, és így egy örök körforgásban kerültek, mert nem maradtak ott egybe ízésin alapanyagok. Így van. Díszletes, hogy örülhetett egyébként? Igen. Hát akkor rendelik egy 10 000 próbababát, Ed-Harris mindent szétveri. Ja, csak akkor forgattak, hogy Ed-Harris alszik. Utána meg CGI-jel utána beillesztik oda. Ja. Aztán az egyik jelentben a véletlen Dolores is szétverte, mert azt hitte, hogy az is próbababa színészi játék alapján. Lehet ez volt a szerencséje, amúgy, hogy nem volt ebben nagyon a részben. Igen, igen. Hát ezért nem volt benne, mert szétverték. Na. Visszatérve. És akkor innen tovább haladnak, és elmennek ugye a Lawrence-nek a kis poros városába, ahol a konföderátorok, akiket ugye elengedett a bölcs Kyklops, bocsánat, Teddy, hogy hívják az ő vezetőjüket? Azt a csávót, azt hiszem Krennic, vagy valami ilyesmi neve volt. Bocsánat. Őrmester. Az őrmester. Valamilyen őr. Az őr. Őt valami. Majd kiguglizom, kiskirálynak képzi magát, és akkor ő ott átveszi az uralmat, de az Ed Harris Bill megállapodik vele, hogy megmutatom, hogy hol vannak a fegyverek, cserébe segítek megtalálni azt, amit keresel. Na most idáig mit gondoltok erről a sztori száról? Nekem ez egy kicsit, vagy legalábbis ideig, meg ez az egész, ez ilyen nem volt annyira érdekes számomra, igen, mert igazából úgy voltam vele, hogy hát így lement jó, de hogy nagyon nem mozdult előre, vagy nem éreztem azt, hogy ez most hova tart, vagy mi lesz.
ez inkább nekem egy ilyen olyannak tűnt, mint az első évad, hogy így megy Mennek előre az ide-oda. Aetherész, minden tud, vagy megvan a saját véleménye, valamire játszik, és senki más még nem tud semmit. És minden szétrúg. És igen, és aztán meg lövöldöznek. Tehát, hogy ez ilyen westernes volt, igazából nekem inkább, és nem westworldös, vagy hát nem annyira ment bele ebbe az egyéb témákba. Az mondjuk tetszett egyébként, ott azért volt egy pár jó pillanat, hogy egyrészt, amikor az Ed Harrisnek amikor ugye megérkezett ebbe a városba, és aztán körbeállták a fegyveresek, meg egy sátgát nyomtak a fejéhez, akkor azt szerintem nagyon szép volt, hogy az Ed Harris részéről, hogy láttad a fején, hogy teljesen más. Tehát, hogy nem ez az eddig ilyen sztoikus nyugalom volt, hogy jó, oké, húha, a fegyvert fognak a fejemhez, mi lesz most, jaj, hanem hogy azért ott volt az arcá, hogy bazdmeg, most tényleg fegyvert fognak a fejemhez, és ha itt hülyeséget csinálok, akkor pofán lőnek, és meghalok. És ugyanennek meg a majdnem, vagy a kvázi visszafordulása az, hogy amikor azt mondta, hogy na jó, én most akkor is én megmentem itt, vagy hát itt rendbe teszem a dolgokat, amikor ugye ott lelkezd el elövöldözni ezeket az embereket. És hogy ott is látod egyrészt azt, hogy máshogy mozog azért ahhoz képest, mint ahogy eddig csináltam meg ott nekem volt egy ilyen pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ez az egész oda fog kifutni, és egyébként lehet, hogy így is lesz, ez az egész vonal, hogy azért ő valahogy vissza fog térni a régi William Herzog kis fehér kalapos ényéhez. Most ezt átvitt értelem, mert értem a fehér kalapot, tehát hogy nem ilyen rossz fiú lesz, hanem megint nem tudom, kvázi hős. Aztán lehet, hogy tökre nem, már. Nekem erről van egy teóriám, de nem tudom, hogy most lőjem ebbe, vagy majd. Zöld! Hát, igazából ebbe a részbe is már adták ezeket a hinteket, hogy mi van, ha ez az öreg William már nem a William, hanem egy host. És ugye erre az egész örök élet témára volt felépítve az egész rész, hogy ő hogy csinált egy állatot, vagy most minek nevezzük, hogy börtönözte be örök létre magát Deloszt azzal, hogy az ő tudatát átmentette egy hostba, és ott kudarcot vallott. És nekem már az évad eleje óta érdekes, hogy Ed Harris, vagy hát William az első évad végén lövést kapott, és megsérült a keze. Direkt megnéztem a második évad első részét, amikor felkel ott a városban a hullák között, mintha semmi sérülés nem lett volna rajta, csak feltápászkodik és leporolja magát, késérülés sehol, nincs felkötve a keze. Majd eltalálják a rákövetkező jelenetben, és akkor már megsérült a keze, látjuk, hogy megvan sérülve, de sehol egy másik seb, ami nekem nagyon érdekes, és akkor még ebben a részben is elhintettek olyan dolgokat, hogy Lawrence itt a amikor meg vannak kötözve, akkor mondja neki, hogy meséltél a lányodról. És akkor visszakérdez William, hogy igen, nem emlékszem. És ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy valószínűleg Fordnak a nagy játéka most már biztosan valamiféle kálvária Williamnek, mert ő csinált valamit még a Deloson kívül, amiért bűnhődnie kell. És lehet, hogy William úgy bűnhődik, hogy Ford átültette a tudatát egy hostba, csak William nem tud róla, és a végén az lesz a jutalma, vagy az lesz a játék vége, hogy ez egy sikeres Turing teszt lesz, vagy nem is tudom, most ezt minek nevezzük, ami a Delosszal történt, mert ugye a Delos tesztje az sikertelen volt. És szerintem a Williamé pedig éppen egy sikeres teszt lesz. A sorozat, vagy az évad végére, nem tudom, de nagyon úgy néz ki, hogy az évad végére megtudjuk, hogy mi is ez az egész. Én ezt annyi módosítással találtam ki, vagy az én teóriám az annyiből különbözik, hogy kicsit visszacsatolok most a papához, a Delos papához, mert ugye ott annak a storyline-nak a vége felé azt látjuk, hogy azt elmondják, hogy ugye hogy olyan, mintha az elméje nem fogadná el igazából, hogy ő él. Tehát, hogy ugye sokáig azt gondolták, hogy a teste nem jó,
de hogy közben olyan, mintha az elméje lenne, és szerintem az van, hogy a William az vagy saját elgondolásba, tehát vagy ő találta ki, vagy a Ford találta ki neki, de én azt gondolom inkább, hogy a William az kitalálta, hogy ő magát átrakja egy hózba, viszont az a lényeg, hogy tehát, hogy a fejéből ki kell törölni azt, hogy ő meghalt. Mert ugye a papa, a Delos papa, ugye ő tudta, hogy ő, vagy hát ő ugye többször mondta, hogy ó, akkor gondolom nem éltem túl. Hát de miután már tudta, hogy ő egy android. Tehát, igen, hogy, igen, hogy igen. Mindig csak ez volt benne a fordulópont. Ja, igen, csak és igen, de hogy akkor onnantól, mert azt gondolom, hogy ez egy ilyen trigger, hogy a fejedbe, tehát hogyha összerakod, hogy ó, nekem meg kellett volna hallom, de mégis élek, az nem működik. Tehát szerintem ezért az a megoldás erre, hogy ki kell törölni, tehát hogy nem szabad tudni arról, hogy ő halott, vagy hogy ő meghalt, és szerintem ez történt a William-mel, hogy én azt gondolom, hogy ő maga kitalálta ezt, vagy ő maga erre rájött, hogy így kell megoldani, és ő maga azt mondta, hogy jó, akkor rajtam csináljuk meg. De neki volt egy mondata, hogy miért akarna örökké élni, vagy igen, valami hasonló. Pont ezt akartam mondani, hogy ez nagyon szép elmélet, de nekem abszolút karakteridegen a William-től. Igen, tehát, hogy abszolút nem következik az ő karakteréből. Pont az, akinek semmiért nincs élni. Tehát meghalt a felesége, a lánya gyűlöl, mint a szart, nincs semmi boldogsága az életében, azon kívül, hogy random fekete hoztokat lövöd az a gyapott mezőn, tehát, hogy így miért akarna örökké élni? Tehát a Deloszt azt megértem, mert ő egy milliárdos üzletember, aki láthatóan imádja a munkáját, szereti az életét, és nem akar meghalni. Ugyanaz, mint a Prometheusba az öreg Vélant. De én azt gondolom, hogy William pont ez miért? Értem, de szerintem pont ez tud lenni az egésznek az iróniája, vagy a visszássága, hogy ő akár azt mondom, most megint írok egy kicsit, hogy mondjuk, mit tudom én, ő eldöntötte, hogy igen, én nem biztos, hogy én örökké akarok élni, viszont ahhoz, hogy meg, tehát hogy ahhoz, hogy ez a kísérlet, amit én szeretnék elérni, mert azt azért láttuk, hogy azért neki az a célja, hogy ez az egész ez megvalósítható legyen. Hogy emberi tudatot átrakni egy hoztestbe. Tehát ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz az alanynak el kell felejtenie, hogy meghal, vagy meghalt. Vagy nem szabad tudni róla, hogy halott. És én látom azt, hogy azt mondja, hogy jó, akkor felejtessétek el velem, hogy meghaltam. És pont ez az egésznek az iróniája, hogy aki igazából nem akar örök életet, az lesz az örök életűje az ilyen host. Hosszság által. De itt viszont akkor meg nekem itt az volt mindig a problémám ezzel, hogy de miért pont akkor az öreget? Mert az öreget azt nem szerette a William. Semmilyen körülmények között. Tehát én nekem sosem úgy tűnt, ő inkább elviselte, és így rajta keresztül úgy érezte, hogy előrébb tud jutni. Miért pont akkor a papát akarta életet tartani? Miért nem kereste egy olyan embert, aki mondjuk érdemes arra, hogy ezt az életet megkapja? Tehát én biztos, hogy nem akarnám életbe tartani, mert mi van, hogyha sikeres lesz, mi van, hogyha kiút, és mert ő neki már a megjelenésével jár a hatalom, tehát neki alanyi jogon jár. Most miért nem akkor egy senkiházit keresnek az utcáról, mert hogy az maximum az ombudsmanhoz mehet, és kész. Mert nem tudják róla, hogy android. Viszont az öregnél ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát ott valami másnak is tennie kell, mert én azt se hiszem el, hogy most azért akarták, hogy az öreg örökké éljen, hogy ő el tudja vezetni azt a céget közül, meg foglalkoztassanak azzal, amivel akarnak. Tehát nekem itt ez volt a visszás fajnálisan az egészben. Lehet, hogy az öreg azzal a feltétellel adta át a cég irányítását betegsége miatt, igen, hogyha cserébe ezt a kísérletet rajta végrehajtják. És ki tartja be? Ki tarthatja ezt be? Hát mondjuk a lánya például, tehát hogy a lánya betartathatta volna, vagy valami. De meg én igazából azt, mert amúgy jogos, amit mondtok, de én valahogy nem azt éreztem ebbe az egészbe, hogy ő a Delos papát akarja életbe tartani, hanem én azt éreztem ebbe az egészbe, hogy ő ezt, hogy egy embert ilyen módon életbe tartani, ő ezt egy, nem tudom, tudományos vagy üzleti dologként akarta megvalósítani. Tehát soha nem az volt, hogy jaj, megint meghalt a Delos papa, hanem az volt, hogy jaj, megint nem sikerült a kísérlet. És bocs, és hogy a storyline-nak meg a vége, csak hogy visszakanyarodjak a Men in Black részéhez is, tehát hogy az egész Fordos
játék az meg szerintem arra fog kifutni, hogy ő meg fogja tudni, hogy ő vele ez történt. Tehát, hogy ez az ajtó, meg ez az egész, mint ahogy ugye az első évadban is a méz az, ugye csomó ideig azt hittük, hogy ez valami konkrét dolog, és egy konkrét végig kell menni egy labirintuson, és megtalálsz a közepén valami konkrét dolgot. Úgy szerintem ez az ajtó is ez, hogy nem egy konkrét ajtó, hanem az, hogy rájössz, hogy... A jövőnek az ajtaja? Tessék? A jövőnek az ajtaja? Nem, hanem hogy rájön, hogy ő már meghalt, a valódi, és ő tulajdonképpen egy hostba lementett emberi tudat. Mármint a Men in Black. És ez a megvilágosodás, ez az a új játéknak a végkifejlete. Lehet, ez szerintem inkább az, hogy a Fordnak adjanak testet. Tehát, hát hogy az én inkább... a legkézenfekvőbb, igen. Hát, tehát, hogy ugye volt a sztorinak a végén egy tároló, egy gömb, igen, amit igazából ugye eltett a Bernard. Szerintem 100%, hogy a Fordé. Tehát ez nem az öreg, meg nem a mit tudom én, a Williamé, hanem az szerintem a Fordé. De az annyira ilyen segjükunkból hozzunk ki valami dolog lenne, nem? Hogy most akkor egyszer csak feléled a Ford, és ha itt a nagy fordulat, hogy mégse halt meg. Fordulat? A nagy fordulat, igen. Köszi. Hát ez ilyen jigszó. Igen, igen, nekem ez egy ilyen vegyes dolog egyébként, hogy egyszerre azt gondolom, hogy tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez van, mert én is azt látom, hogy minden jel erre mutat, hogy az a Ford, és hogy a Fordot fogják előhozni valahogy. Csak az a kettősség van bennem, hogy vagy tényleg ez van, és nincs annyira jól megírva, vagy azzal, hogy ezt akarják elhitetni velünk, és közben meg valami kurvára másik dolog lesz. Hát, mert az is ilyen szempontból szerintem ilyen átlátszó volt, hogy kurvára mondták a sorozatban a Bernard, hogy többször mondta, hogy engem azért nem irányít már a Ford, mert a Ford meghalt. És akkor mi köze hozzá? Tehát a Ford attól még előre megírhatott egy kódot, és attól az még ugyanúgy irányíthatja őt. Tehát ilyen szempontból meg akkor simán lehet, hogy a Fordnak a tervében ez mind benne van, és végül ő... Mert neki volt annyi Isten komplexusa szerintem, hogy ő újra akarna élni, csak nyilván ez a legkézenfekvőbb megoldás lenne, sajnos. Én egyébként azt is továbbra is tartom, vagy nem tudom, nekem ezt, hogy a Ford kitalált előre mindent, ez nekem úgy tűnik, hogy lehet, hogy inkább csak reménykedem, hogy tehát ugye ezt beszéltük, hogy ez nagyon ilyen jigsaw már, hogy 6 részre előre kitalált minden, és én reménykedem abban, hogy az írók ezt direkt csinálják, hogy úgy tűnik, de hogy az lesz a végkifejlet, hogy igazából kurvára nem talált ki semmit a Ford, és talán csak véletlenül alakultak így a dolgok, és ugye mindenki azt hiszi, hogy hú, ez az utolsó nagy játék, meg a Fordnak az utolsó nagy története, és közül lófasz, tehát, hogy nem. Hát újraéled egy Ford Fiesta filmben, és elhajt a naplemettében. Oké. Hát jó, van. De úgy akkor felmer egy másik kérdés, hogyha mindig csak, tehát, hogy ugye ez a részben is elhangzott, hogy ugye ezek a személyiségek, ezek sokkal komplexebbek, mint hogyha egy kódot megírnak. De viszont a kód az annyira jól sikerült, hogy a Bernardról ugye nagyon sokáig elhitték, hogy ez egy személyiség. Most miért nem elég az, hogyha valakit ugyanígy lekódolnak egy személyiséget, megírják hozzá ugyanazt a háttérsztorit, amit az ember átélt, és akkor nem kell ezzel ennyit szopni, hogy 149-szer meg kell ölni ugyanazt az androidot. Pont ez a filozófiai kérdés, ja, igen. Hogy mitől vagy te, tehát mitől vagy önmagad. Tehát az olyan az a Bernard, mint a leklónoztak volna téged. De attól a te tudatod az még nem ugyanaz, mint ami a másik Gergő, hanem attól te még önmagad maradsz. És ők azt akarják, hogy te önmagad legyél egy másik testben. Igen, meg ugye nyilván, tehát hogy a Bernard az nem egy Arnold klón volt olyan tehát hogy azt, ő csak külsőben volt az Arnold. Hát személyiségben volt olyan? Backstory-ja is Arnold volt. Hát jó, igen, igen, de hogy pont ez volt tehát pont ez a különbség szerintem, hogy ő magáról soha nem gondolta, hogy én vagyok Arnold, még azután sem, hogy ez kiderült, hanem ő mindig is Bernard volt. Ugye a Delos papa, az meg Delos papa volt mindig is. És szerintem ide, itt lesz, vagy erről, igazából erről az ellentétről szól ez az egész, vagy szólnak ezek a storyline-ok, hogy tényleg most az, hogy én ismerek egy embert, most mit tudom én, tehát én megpróbálnám lekódolni az Andrást, akkor le tudnám kódolni, mert érted, ismerem, mióta élek. Szóval 5 percenként is készen van. Igen.
random szóvic, random kaja hasonlat, és kezdték. Szóval, hogy letudsz, tehát érted, letudsz. Két válaszat pont egyébként. Érdekes jellem ez az András. Tehát, hogy le tudsz kódolni, mert ugye pont a Ford Bernard Arnold háromszögben pont ez történt, hogy ugye a Ford lekódolta a barátját, az Arnoldot. De hogy egy embert nyilván meg lehet ismerni valamennyire, nagyon jól is, de soha nem fogod annyira ismerni, mint amennyire az az ember magát ismert, vagy magát tudott. És ugye itt meg pont ez történik, hogy a Delos papa az meg ő maga, és a saját tudata van ott, és a saját tudata emlékszik mindenre, olyan dolgokra is nyilván, például amikről biztos, hogy mondjuk a William, vagy akár ki kódolja, őt nem tud. És ez a minőségbeli különbség a kettő között, és ezért van szerintem abszolút relevanciája annak, hogy effektíve egy ilyen tudatot lementeni az miért más, és miért kvázi jobb, mint létrehozni egy újat, vagy egy nagyon pontos másolatot, ami viszont soha nem lesz annyira jó akkor sem, mint az eredetinek a lekódolása. Uh-huh. De akkor itt felmerül a másik kérdés, hogy mentik le a tudatot? Hát, ez majd egyszer ki fog derülni, ezt gondolom, szerintem még ebben az évadban, hogy ez mit csinálnak. Igen. Úgyhogy meg kell volt, az olyan volt, mint a külön véleményben a prekogoknak a jóslata, nem tudom, arra emlékeztek-e? Ja, igen. Tényleg. Barna golyó vagy vörös golyó, hogy akkor rögtön megtörténik, vagy előre eltervez egy gyilkosság, azt hiszem ez volt ott. Igen. Uh-huh. Vagy lehet, hogy kitöltetnek velük egy ilyen személyiségtesztet, hogy melyik pizza vagy, 10 kérdést így megválaszolsz, akkor az alapján így megírják a kódot. Meg egyébként... pont ilyen lesz. Valószínűleg hasonló összetett. Nekem most az ugrott be, hogy lehet, hogy ez összefügg a másik témájával a sorozatnak, ez az adatlopásos történet. Tehát lehet, hogy ugye miközben mérik az embereknek a reakcióit a parkban, hogy mennyit dugnak, mennyit ölnek, mennyi küldetést csinálnak, ezáltal sokkal jobban le tudják képezni az ő személyiségüket, mintha csak megkérdeznék, hogy te amúgy milyen ember vagy. És lehet, hogy ez alapján mindenkiről készítenek egy ilyen személyiség adatot, és ha kéri, akkor egy idő után majd készítenek belőle másolatot, vagy hát... Vagy elkészítik tényleg a másolatot, aztán levadásszák az igazi embereket, és így beültetik a helyükre őket, és akkor itt lesz egy ilyen illuminált, ilyen csoportosulásunk. Igen, a Z kategória vesz fölben. Egyébként ez az... Z-word. Igen. Eastward. Amúgy az érdekesebben, hogy ugye a Delos céljait még mindig nem tudjuk pontosan, hogy nem. Most javítsatok ki... De jó, de nyilván, hogy azon kívül, hogy William mit akart elérni ezzel az egésszel, meg amiről beszéltek, és ez az adatlopás, amit reméljük csak nem azért tettek bele, mert most kurva aktuális, hanem azért, mert valahova vezetik ezt a történetet, és amit te is mondtál, András, hogy valószínűleg lehet, hogy ez is egy lehetőség arra, hogy egy létező emberi tudatot felmérjenek, és azt egy ilyen cupcake-ba öntsék, és áttegyék egy hostba. Ez is egy tök jó teória szerintem, vagy egy amire lehet építeni, inkább úgy mondom. Lehet, hogy nem ez lesz, de remélem, hogy nem csak ilyen aktualizáljunk témában van benne ez az egész. Jó, még nekem az a kérdésem, hogy az plot hole, hogy... az. Akkor Westworldről beszélünk úgy, nem, így mindennek van magyarázata, nem, hanem hogy kiderül... A Lost is előre kivott el, nem? Igen, főleg a napsütésben cigánykerekedést csata, ez benne volt? Ez az egyetlen egy kérdés, ami Andrásban megmaradt a Lost után, már bassza a csőrét 10 éven keresztül, 10 éve már, és miért cigánykerekeztek a napsütés? Majdnem az. Stéphane Lindelof pedig ennek örül, táncol örömében, igen, hogy na itt van az egyetlen egy kérdés, amit soha nem fognak megválaszolni. Igen, Lindelof is cigánykerekezik örömében. Szóval az a kérdésem, hogy ha tegyük fel, a Delos papának sikerül a kísérlete akkor, amikor már az öreget Harris megy oda hozzá, akkor őt kieresztik a világba, és akkor a 20 év alatt ugyanúgy néz ki a Delos papa, vagy akkor mi lett volna a terv?
Szerintem csak ki akarták amúgy próbálni, tehát én nem hiszem, nem Jó. lehetnek olyan hülyék, hogy kiengedik utána. Gondoltam, tehát ott az Eteris már annyira gyűlölte az egész helyzetet, hogy még ha sikeres is a teszt, az is csak arra volt jó, hogy igen, tudunk ilyet csinálni, akkor mehet megint a tűz, tehát hogy oké, mert csak hazudtak neki nyilván, hogy Hát vagy lehet, hogy ilyen persze. hosszabb távú megfigyelés lett volna, ugye mindig a kérdések után kattant be az öreg, tehát hogy elvileg, ugye tényleg ugye már mondták a végére, hogy 35 napja már itt tök egybe van, és a tünetek akkor jöttek ki, hogy ez a lábremegés volt nála mindig, hogy ugye elkezd járni a lába, ugye amúgy normális emberek is szoktak ezt csinálni, én is néha egy picit így ráng a lába, és lehet, hogy én is amúgy Te is hossz vagyok. Van, igen. Én nagyon gyakran csinálom ezt, úgyhogy... Én is. Kértek egy kis viszkit? Előveszem a kérdéseim. De igen, tehát, hogy ez egy visszatérő dolog volt, és mi van, hogyha amúgy tökre működött, csak így ilyen nagyon perfekcionisták voltak amúgy a Williamék. Egyébként csak egy zárójelben, ti nem tartjátok kicsit drasztikus megoldásnak azt, hogy minden bukott kísérlet után az egészet fel kell gyújtani a picsába? Tehát, hogy miért nem elég csak lestoppolni, kivenni az agyát, és újra... Vagy Zambó Jimmy Techno Remixet hallgassák, hogy mi lenne a kevésbé radikális megoldás. Nem, de azt én is néztem, hogy igazából az, hogy az egész szobát felgyűjtek, annak kurvára semmi értelme nincsen, vagy nem láttam, hogy az... De nem az van, hogy sterilizálják az egészet, és hogy ne legyes... Hát de az én is gondolkodtam, de más... igényesen berendezett Stanley Kubrick szobák volt. Tehát ez úgy nézte ki, mint, hogy a két űrodusztájából szabadultak volna. Az csak... azért egy tök király díszlet volt, és tökre büszke lennék rá, hogy egy ilyen szart össze tudnék hozni. Ezek meg lepörkölik az egészet. Hát, ennyire sok pénzük van, hogy ilyen random szobákat gyújtogatnak fel, csak úgy poénból, amikor egyszerűen ne kitakarítani. Hát szerintem az a... Bocs, mondjad a szarpoénat. Jó, igen, hogy képzeljétek el, hogyha én is így takarítanék, akkor felgyújtanám az albérletet minden héten, és ők mindig más albérletbe mennék. Tehát... Miért te nem úgy csinálod? Ja, bocs. Nem vagy menő. Nem, én azt akartam mondani egyébként, hogy szerintem itt az egésznek az alapja az, hogy egy teljesen új lappal indítsanak szó szerint, és ahhoz meg kell semmisíteni a múltat, hogy tényleg a Delos papa az úgy érezze, hogy mintha most történt volna az, és lehet, hogyha nem semmisíti meg a körülötte lévő környezetet, akkor lehet, hogy a maga az android az felfog ebből valamit. Most én csak próbálok logikát találni ebbe az egészbe, tehát szerintem nem ebből annyi a logika, hogy jól nézett ki képe, hogy felgyújtják. Ennyi volt. Ez a tisztító tűz volt. Igen, ez ilyen bibliai utalás biztos. Én is inkább ezt érzem, hogy jól néz ki, ettől függetlenül nem bánnám, ha tényleg lenne valami magyarázat, meg akárha valami szar is, mert ez így tényleg egy kicsit olyannak tűnt, hogy jó, hát gyújtsuk fel, mert ez jól néz ki, de hogy, pláne ugye azt meg láttuk, hogy én egy parancsal vagy egy gomnyomással meg teljesen meg lehet fogyasztani a Delos Papa a klónt is, igen. Tehát hogy nem is az van, hogy ő... De nem fogyasztották amúgy meg, csak hogy nem árthatott elvileg a Williamnek. Én azt vettem amúgy észre, hogy tudod, ugyanaz a reflex volt benne, mint az első évadban, ugye de nem, a hostokban. Nem azt mondom, hanem hogy amikor már kijött egyszer, és akkor mondta, hogy jó, akkor terminálják ezt az egészet, és az volt, hogy pakolta a polcon a papa, és így megállt. Tehát, hogy ilyen freeze. És hát utána... az meg szerintem csak a rendszerhiba volt, tehát hogy amikor így tudod, így elkezdett ugye összeomlani. De nem, mert nem megállították, nem, megállították. Ez volt, hogy rányomott a csávó a gombra, megállt a papa, és akkor utána, hogy jó, akkor ezért termelik, és utána jött a tűz. És pont ezért, lehet, így van. Pont ezért nem értem, hogy akkor ez mi a franc volt. Úgyhogy miért így volt. Hát volt. De amúgy most amúgy eléggé buziskodunk, nem? Tehát, jó, ez csak egy kis apró ez kérdés volt részemre. Ez mit csinálunk szerintem. Nem gondoltam, hogy ennyire... Okay. Ez egy plot hole. Jó, hát de azért ki kell emelni, tehát meg ez a sorozat. Ez életem legrosszabb sorozata, ilyen szarul, megint sorozat. Ennél Walking Dead is jobb az meg. Jó, persze, az Walking Dead szív, meg barátok közt is igényesebb lenni. Milyen nap a Budapest? Ott legalább nem égetik le a díszleteket, pedig ott újra felhasználják. Ott magukat égetik a színészek. Na, ez csúnya volt. Mit akarsz? Színészek. Ja, bocs. Rick. Még Gáspár, mondjon már valamit. Minden adásban van egy Walking Dead fikatás. Tök mindegy, hogy kerül szóba. Na, térjünk vissza, ahonnan elindultunk. Közben Major Craddock, így hívják a csávót, aki felrobbant, úgyhogy ennyit róla.
Ez vicces volt egyébként, amikor megizotta vele a cuccat és Az felrobbant. nagyon western volt Az amúgy, pedesz tehát volt. az 100%, tehát amit ugye Gáspár is mondott, az a leszámolás, meg utána hogy minden ez az igazságtétel, és ez a Clint Eastwood karakter, ez nagyon western volt. Talán ez volt a leginkább olyan pillanat az egész sorozatnak számomra. Hát meg, igen, meg ott volt Ed Harrisnek egy olyan dumája, hogy így majdnem felálltam és tapsoltam a tévé előtt, amikor azt mondta ennek a Credoc, vagy milyen neve, hogy eddig elkerülted a halál, de közben nem vetted észre, hogy végig itt volt előtted az asztalnál, és lelövi, és az annyi, vagy az nem lelövi, jó. Hanem gyakon szúrja. Üveget vágott vele igen, talán. Igen, fú, az annyira, fú, ott nagyon éltem azzal a karakterrel, úgy éreztem, hogy na, Ed Harris-tek itt most egy Emmy jelölés, azért az egy mondatért rögtön. Az volt a John Wick cameo szerintem. Igen. Pokoli jó. Meg úgy az egész jelenet egyébként, ahogy az ott fel volt véve, és ahogy William ráébred erre az egészre, ahogy egy kis apró flashbackeket látunk a feleségéről, nem is látjuk. Egyébként ez is érdekes dolgot vett fel, hogy nem mutatták a feleségét, csak így a kátszélét és a kezét. És az is, ahogy Javadi zenéje bekúszik, és ahogy ráébred, hogy itt most jót kell tennie, na, itt most éreztem mindent, amit eddig nem éreztem a sorozatban. Rázódult egyszer. Igen, igen, nagyon fura volt. Ja, hogy ezt akartátok eddig. Jó, hogy mindenki ezt érzi eddig. Igen. Ezt érezte eddig. Nem, igen, sajnos ettől a korábbi részek nem lesznek jobbak, tehát hogy ettől még ugyanan érdektelenül vonatoztak a Westworld Parkba. Egyébként az az érdekes, hogy az első résznek pont ez a közepe volt a legszarabb, ez a 3, 4, 5, 6. rész, ez ennek meg ez a negyedik rész a legjobb, tehát hogy lehet, hogy itt most pont fordítva lesz, hogy a közepe lesz erősebb. Meglátjuk. Most lehet, hogy a következő rész meg megint elviselhetetlen szar lesz, vagy nagyon-nagyon jó. Hát ez már biztos, hogy a szamurájos. Az a lekétes, igen. Az a szamuráj word lesz. Igen. Ez az. Szúrjad. Na, igen, tehát hogy az ilyen vagy nagyon rossz lesz, vagy nagyon jó. Tehát ott nincs köztes. És szerepelni no, senior. Szerepelni fog benne az a színész, aki így automatikusan megjelenik, mint egy ilyen, nem tudom, bolygókapitánya bármilyen japán történetbe. Samuel Jackson? George Takei. Nem ez a, hogy a faszomba hígyek ezt a csávót. Nem Jackie Chan. Ez nagyon japán. Ez a Saranudo, vagy mi a hiány? Hiroyoku Sanadu, vagy valami. Igen, Sanadu. Aki a utolsó szamurájban volt, meg a 47 Ronin-ban, a jobbnál jobb filmek. Meg hát most az életben ő volt a kínos. Ja, tényleg, a fontos kidolgozott karakter a volt. Japán? A japán. A japán? Az ázsiai, bocsánat, nem volt a polkorrekt. Ja, bocs. Igen. Lehet, hogy távol-keleti. De Rinko Kikuchi is benne lesz egyébként, ő meg a ő nagyon híres japán és rímes pada, veterán, batarán. Veterán. A batarán fel van Rinko Kikuchi. Hát ez a második rész biztos csak ott játszható egyébként. Oké, akkor ezt is megbeszéltük. Tehát akkor ennyi volt a Men in Black szál a jelenben. És akkor folytassuk egy nagyon rövid szállal. Biztos? Csak hagytam a kínos csendet. Igen, volt még ott a végén egy. Igen, ezt akartam kérdezni. Hogy az igen, most, pont át akartam arra vezetni, jó, hogy a Grace... Jaj, bocsánat, befogom. Grace és Stubbs-nak a fontos jelenete, hogy az indiánok elfogják őket, de aztán elmenekült, tehát ennyi volt a jelenet, és utána pedig azt látjuk egyébként nagyon szép képekkel fényképezve, hogy összetalálkoznak éppen ott a prérin, a 10 millió kilométeres Westworldbe éppen arra jártak, és akkor egymásra néznek, hogy apám. Mit ez nem lehet, hogy csak egy szófordulat volt, mert nem, hogy tényleg az apja. Én azt mondja, hogy egy mondja, hogy halott. Mert azt mondja, hogy dead. Oh. És lehet, hogy mindenki meg. Vagy elvágták, és amúgy Deadpool cameo lett volna. Igen. Valószínűleg. Tehát a Deadpool apját is Deadpoolnak hívják. Igen, igen. Az anyát meg Manpoolnak. Igen. És nem akartam mesélni a Deadpool 2-es táblista után a jelentéről, de igen, ez volt. Oké. Okay. Na hát egyébként ez is olyan volt, amit ugye beszéltünk az elején, hogy gondolom mindannyian, vagy hát sokunknak eszükbe jutott, hogy na hát ő valószínűleg az Ed Harris lánya,
És ezt az ebbe Nekem a nem, részbe. én buta Ja, vagyok. bocs, akkor nem azért mondtam, csak hogy bennem felvetődött, és akkor ez is gondoltam, hogy úristen, az meg hány részig fogják ezt elhúzni. És szerencsére itt az epizód végén ezt így ki is mondták, és én boldog voltam ezáltal. Ti? Én is Én pont. nem volt. Én nem Mondjad. voltam boldog, mert én nagyon jól kitaláltam is. Itt voltak olyan teóriák, miszerint ez a csaj, ez valójában a Terezának a fiatalkori énje. Abszolút. Azért, mert mind a ketten skandináv színészek, mind a ketten egyedül női karakterként cigiztek, és dugtak. És akkor ezért biztos, hogy a fiatal Tereza. Egymással. Egyébként... Úristen. Igen, saját Ez fiatalkori a... énjébe dugott. Igen. Hú, az bizarr lenne, ha lenne egy ilyen host, és mindegy. De egyébként... Ez beindult a fantáziád, igaz? Igen. Le is megyek innen, lenémítom magam. Nem, egyébként... Ajaj. Nem, de egyébként tök jó, hogy beraknak ilyeneket, és tökre elhiszem, hogy ez direkt castingolnak le egy ilyen ugyanolyan származású nőt, hogy aztán majd konspiráljanak a rajongók Aha. ilyen baromságokon, amiknek semmi köze semmihez, de tényleg minden lehetőség fent áll, és nekem az lenne a kérdésem, hogy amit a végén láttunk, az most melyik vagy melyik idősík lehet? Hát az a normál időség szerintem. Tehát Hát a az két időség, héttel amikor előtt. elszökött a Ghost Nation-től, és Igen. rögtön Hát. másnap meg oda lovagol, megfürödve, cowboy kalapba, mindennel. Most lopott szerintem egy lovat, mert olyan királycsaj. Igen, egy ilyen öntudatos nő, tehát apja lánya. igen. Igen. Szerintem ő megoldja, tehát ő is mondta, hogy ő abszolút nem akar ebből a parkból eljönni, ő tökéletesen el van itt, úgyhogy... De akkor amúgy mi a tökömnek ment a Rács Bördbe? És mi van, ha ő egy host? Szereti azt, nem tudom. Tehát, Hát egy hogy azt gamer. mondta, hogy ő más miatt jött, tehát, hogy most így eljövök keresni a patert, aki köztudottan bele van totál amúgy buzulva a Veszperbe, hát én elmegyek megkeresni a Rács Bördbe. Tök De jó nem ez. biztos, hogy a fatert kereste, szerintem. De Tehát én ezt... Szerintem Én ezt sokkal inkább úgy értelmeztem, hogy ő így itt volt egyébként, ő is bírta ezt a világot, vagy őnek is, vagy vannak egyéb céljai, vagy motivációi, mindegy. És hogy most, hogy látta, hogy az meg hát öntudatra ébredtek a hostok, meg lezalik ez az egész dolog, hát most akkor lehet, hogy inkább meg kéne keresni a fatert. Akiről meg tudja, hogy mit tudom én, itt meg ott van, és oda ment érte, vagy arra felé ment. De hogy azért nincs is, tehát számomra még ezért is egy kicsit ellentétes, hogy miért a Rács Bördbe ment, mert hogy ugye a Westworld nagyon benne van, mert ugye értette az indiánoknak a nyelvét, meg ugye kommunikált velük, vagy legalábbis értette, amit mondanak, tehát hogy neki abban van gyakorlata. Jó, sokkal inkább, de mint az lehet, hogy... indiáiban. Lehet, hogy volt egy kicsit itt is, volt egy kicsit ott is, és most, hogy látja, hogy ez történt, most ment oda tudatosan a fatárhoz. Tehát, hogy szerintem ő egyébként nem, tehát nem az volt, hogy jaj, most apát meg kell találni, és vajon melyik világban lehet, és így ment körbe, hanem ő így el volt, és most, hogy szüksége van rá, most kezdte el keresni. És hát nem tudom, hogy csak el volt, de szerintem valamit keres, hát... és nem csak azért van ott, mert nem tudom, mint mindegyik vendég, hogy el van és dug és gyilkol, hanem szerintem van valami célja, és... Ki fog derülni, biztos. Hát, ez biztos. Ha Ed Harris nevelte fel, tehát, hogy tényleg a William nevelte fel, akkor valószínűleg olyan szellemiségben nevelte, mint ahogy ő is hozzááll ez az egész parkhoz. Vagy hát ha másért nem, a rajta. Lány azért szereti, vagy csinálja ezt, hogy az apjának így a kedvében járjon, vagy hogy közös programjuk legyen, hogy úgy De azt mondta az Eteris karaktere, hogy... Úristen. Azt mondta az Eteris karaktere, hogy a lánya még szívesebben látná halottan, mint most itt élve. Úgyhogy valószínűleg nem bimbódzó a kapcsolatuk. Hát valószínűleg az anyja miatt haragszik amúgy rá. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ez itt a háttérsztori. És ide fog kifutni szerintem többek között, mert amiket mondott Ford például a legvégén, hogy nem előrefele tekintesz, miközben hátra kéne nézned. Valami, és itt van a lánya is egyébként, ami nagyon fura. Meg közben ugye látja Lorenznek a családját is, ahogy ott ölelkezik a lányával. Minden arra mutat, hogy itt valami tragikus dolog fog történni. Sőt, mi van akkor amúgy, hogyha nem is a Fordnak a tudatát akarják visszahozni, hanem az asszonyt?
Igen, ez is lehet. Igen, ez is egy teória, ami kering, igen. Meg hogy ki az asszony, ugye, mert nem mutatták az arcát, és lehet, hogy ez is egy fontos dolog, hogy nem tudom, lehet, hogy Dolores volt a Williamnek a felesége, mármint, hogy Dolores-t egy élő nőről mintázták, most ebben nem tudom hány helyen lehet megkötni, amit most mondtam, de... Nem, mert hogy ugye amikor a William először találkozott vele, akkor már neki megvolt az asszony. Igen. És tehát a Dolores meg egy ilyen mellék vágány volt, tehát egy ilyen nagyon furcsa fétise volt a Williamnek, hogy beleszeretett a Barbie babába. Uh-huh. Igen. Akkor meglátjuk. Jó, akkor ennyi volt ez a story szál. Akkor lépjünk rá az egyik fő sztorira, ez pedig a Bernard, aki ugye úgy kezdődik az egész, ugye Clementine az vonszolja a sivatagba, majd bedobja egy barlangba, ahol na hát, da-da-da, ott van Elsie, aki saját elmondása szerint pár ilyen proteinbáron és egy vödrön élt. Jó, de ha belegondoltok, tök fura, hogy a sorozat az első évad első része óta pár napot ölelt fel, és milyen durva, hogy még csak itt járunk. Yeah. Igen. És egyébként néztem, mondom, az meg hány éve vagy itt ebben a barlangban, és közben rájöttem, hogy ez csak pár nap. Nagyon durva. Igen. Oké, és akkor ugye először nyilván bizalmatlan a Bernarddal kapcsolatban, aki igen rossz bőrben van, tehát ez a valamilyen fluidja az nincs meg. És csak azért, mert fekete, most ne rasszistáskodjunk már, bazd meg. Igen, rossz bőrben van. Van bőr a képén ott lenni, és végül megegyeznek, hogy segít az Elsie a Bernardnak, hogyha cserébe ugye válaszokat kap a kérdéseire. Hát mit szóltok Elsie visszatérésének? Ákosnak voltak ilyen teóriá, hogy ő irányít mindent a háttérből, ilyen mesterbány. Lehet még. Ez annyira nem jött be a barlangból egy vödörre. Na. Okay. Azért még lássuk meg, hogy mit művelnek Bernard, és ők melyik idősíkon vannak, igen. Mert lehet, hogy össze vannak itt keverve a dolgok. És majd én nevetek a végén. Gondolod, hogy véletlenül, hogy pont oda vitték a Bernardot, ahol az Elsie volt, véletlenül. Elszívták az egészet. Hát benne van amúgy a lehetőség, mert ugye volt egy ilyen elszólás a Bernardnak, hogy mi van, hogyha most az Elsie így sincsen. Tehát, hogy nála keverednek az idősíkok, tényleg, és amit ott most a Bernard csinál, amúgy lehet, hogy azt már egyszer megcsinálta, vagy már bármi volt ott vele. Tehát itt simán trükközhetnek az idővel. Sőt, én azt mondom, hogy itt biztos, hogy van. Tehát, hogy ami az első évadnak ugye a nagy zéje volt, hogy hú, a végén kiderült, hogy két idősík, az most itt, én azt gondolom, hogy nem leplezetten, de itt mármint, hogy nem leplezik, hogy ez van, hanem látod, csak nem tudod követni, mert nyilván ugyan megírva, de hogy itt ez van, hogy a Bernardot azt nem tudod összerakni, hogy most éppen mikor, hol van, vagy mikor, melyik idősíkon van, és ki van ott ténylegesen, és ki az, aki csak oda képzel, vagy oda emlékezik. Tehát itt ebbe az évadban ez a nagy ilyen szempontból rejtély, hogy a Bernard az mikor éppen, mikor hol van és mit csinál. Tehát, ebből látok egy ilyen fűrészmontást az évad végén, hogy I want to play a game. De egyébként az nem volt fura nektek, hogy ez ilyen tök természetesen vett mindent, és az annyira kilógott nekem az egész sorozatból, hogy megtudta, hogy Bernard az igazából nem is Bernard, nem egy gép, vagy ezt eddig is tudta ő? Nem tudta. Igen, és mondta, hogy neked családod van, egy háttérsztorit, tehát hogy ő akkor szembesült vele. Igen, és annyira természetesen vette, ezek után jött egy jelenet, amikor belépnek egy laborba, és emberek fel vannak kaszabolva, és ő nem problémázik azon, ő azon problémázik, hogy mi baja van Bernardnak. És a karakter, ha jól emlékszem, nem egy militári kiképzett bármi, hanem egy ilyen háttérmunkás a irodában. Hát ő azért Bernardnak a jobb keze volt, tehát azt olvastam magyarázatként, hogy ő tudományosan érdeklődik, és hogy ő tudományosan foglalkoztatta ezzel a helyzetet. Várjál, viszont
most én teszem fel a kérdést, hogy ez plot hole. Tehát, hogy ez az Elsie-t, azt ugye leütötte a Bernard valamikor, elvonszolta ebbe a barlangba, és ő ott ült egy vödrön meg proteinbárakon. Az Elsie-nek, hogyha most nem ő irányít mindent a háttérből, én azt gondolom, hogy fogalma nincs arról, hogy itt a hoztok öntudatra ébredtek, és gyakorlatilag egy lázadás van, és megölték. A Bernard mesélte el neki. Azt most elmond, de az egészet elmondta neki? Az egészet, hát mindent elmondott neki. Akkor biztos, akkor pislogtam, bocsánat. Tehát a Fordot is ugye elmondta, hogy a Ford meghalt, ugye, és hogy jelenleg éppen vadásszák a hostok. Tehát még a szabályokat is ugye kikapcsolták, hogy ugye nem lehet ártani a vendégeknek. Bocsánat, kihagyott az anyám. Nem haragszunk, csak csalódottak, hogy... Sajnálom. Jó, és akkor annyi történik még ott a barlangban, hogy Bernard visszaflessel a múltra, odaébb rak egy kavicsot, és akkor feltárul a nagy bázis. A titkok kamrája. A titkok kamrája, igen. Ahol igazából ezt így olvastam, ez nem az én összerakásom, hogy tehát úgy kell... Jaj, de kis szerény vagy. Én bevallom. Úgy kell nézni, hogy amit mi eddig tojásnak hívtunk, az a chestnut. Annak két verziója van, van a piros, ami az ember. Nem, hülye vagyok még egyszer. Van a chestnut, amit láttunk a nyitó részben is, ami az indiánok hostok agyába van. Abba kétféle színű pearl lehet, ez a golyó. Lehet piros színű, az az emberi cucc, mint ami ugye a Delos papának volt, meg amit a Bernard zsebre vágott, meg lehet fehér színű, ez a hostoknak a pearlje, tehát ez mondjuk a tudatuk. És ezek vannak benne a chestnutban. Ez a fontos. És ugye azt láttuk még, hogy legyártottak egy emberi chestnutot, vagy emberi pearlt, ami Bernardnál van, nem tudjuk, hogy azzal mi lett, mert az idézőjeles múltban játszódott, tehát visszaflashelt. Illetve a másik dolog, amit megtudtunk, hogy ez a titkos projekt, ami ott a bázison van, ugyanarról az operációs rendszerről fut, mint ami a Abernethy agyába is volt. Tehát valószínűleg a Delos Corporation ügyködik ott valamit ezekkel a pörlökkel. Hát ott szerintem tényleg az a projekt, hogy az emberi tudatot működésbe hozhassák. Ez valószínűleg nem volt publikus. Tehát ugye maga ez a Westworld dolog, ez arra volt, hogy elfedjék ez az egészet egy ilyen árnyék vagy leányvállalata ez az egész emberi tudatos megtartósti, ami lehet, hogy csak annyi az egész, amúgy, hogy egy kurva jó üzlet lesz, hogy tényleg van egy haldokló családtagod, és akkor annak utána lementik egy USB-re, és akkor utána pedig azt bebutolják máshova, és utána készen is van az új személyiség. Igen, ez az, amikor megveszel valamit online, és elfogad az adott videmi nyilatkozatokat, meg mindent, kurva nem olvasod el a 20 oldalas izét, hanem rányomsz, hogy persze elfogadom, és hát itt ez volt leírva a apróbetűs részben, hogy a tudatodat lemásoljuk. Például azt mondom, utána megcsinálok egy emberi százlábút belőletek, és te leszel középen. Meg, ez a film. Na, hány része van már, vagy három? Nem? Három. Jézus. Pont elég. Jó, mit szóltok ehhez a sztorihoz? Mert más nem történt, tehát igazából ennyi. Hát igazából ugyanaz volt a sztori, mint amit már korábban láttuk, hogy így a Bernard az így rosszalkodik, amikor éppen nincsen magánál, tehát a Bernardot azt így azt mindig ébren kell tartani, azt nem szabad hagyni, hogy valaki egyszer csak így ne lássa, aztán átmenjen ilyen Tyler Durdenbe, és így megalapítsa az androidok klubját. Ezt nem szabad. És tényleg ez volt, hogy a Bernard már annyira önálló lett, hogy már hazudik is, ugye. A sztoriáról. Tehát ő ugye tisztában volt vele, hogy ő írtotta ki ott a népséget, a tudósokat, viszont a nőnek meg ugye ezt nem árulta el. Igen, mert azután nem árulta el, miután megígértette vele az Elsie, hogy nincs több hazugság, egy perccel később hazudik, tehát gratulálok. Hát csak azért, hogy tudjuk, hogy a Bernard egy féreg. Tehát, igen. Hogy ez nagyon-nagyon egyszerű. Hát vagy csak ugye megint csak Ford játékát játsz, és bele van kódolva ez, hogy mit csináljon és mit ne. És valószínűleg minden Ford forgatókönyve szerint halad. Ami, hát ha van ilyen. Hát de ezt a sorozat mutatja, hogy van ilyen, és adja ezeket a kis támpontokat szerintem. Szerintem meg Red Herring, vagy én meg szeretném azt írni, hogy ez Red Herring, és hogy igazából nem. Tehát, hogy pont azt akarják veled elhitetni, hogy van a Fornek egy sztória, és én sokkal jobban örülök, nekem nem lenne. Jobb lenne egyébként, igen. Remélem, hogy így lesz. Igen, hanem az lenne, hogy
Hát gyerekek, azt hittétek, hogy ki van találva minden lófaszt, káosz van. Nincs semmi ezé. Mi se tudjuk, mi van. Semmi az a veszély. Legjobb. Mármint, hogy ezt hogy nem az írók mondják, hogy nem tudjuk gyerekek, hogy mi a franca, hanem hogy ez a konszenzus a sztorinak, hogy nincs egy ilyen felsőbb okos valaki, aki megírta mindenkinek a cselekedeteit, hanem hogyha mindenki szabadon gondolkodik, akkor ez van. Aha, volt és ilyen... káosz. Hú, nem tudom most... Volt ilyen sorozat, hogy film, ami megmutat, vagy hogy belengedhet ilyen dolgokat, hogy hú, ez fog történni, hú, az, annak lesz a következmény, és közben meg semmi nem történt. Ilyen volt például... A Lost, nem? A Lost sem, nem tudom, most van egy sorozat, ami ilyen, de azt most nem akarom spoilerek miatt, de van még egy, ami nem tudom, tehát, de hogy... Nagy rejtély, de közben meg semmi a magyar. Igen, és ez azért kétélű fegyver, azt akarom azzal, ezzel mondani, mert belengednek valamit, ami lehet, hogy ilyen, de érzed, hogy ki van találva, hogy Anthony Hopkins szellem, hogy odaként megjelenik és irányítja az egészet, közben meg nem történik semmi, hanem csak átbasztak. És az ember ennek nem nagyon tud örülni, miközben ez lehetne a jobb megoldás, ahogy hát a én azt Esván mondja. Én azt gondolom, hogy ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy ez jó legyen, meg lehet csinálni úgy is, hogy ez úgy tűnjön, mintha az írók nem tudnák, hogy mi a franc van. Nyilván jó kell megcsinálni, és akkor tud ezt működni. Hát azt azért ne felejtsük el, hogy a Jonathan Nolan, ő részben írta a Prestige című filmet is, ami egyébként sok tekintetben hasonló témákat boncolgatott. Ott a Hugh Jackman ugye spoiler, ugye a végén klónoztatta önmagát, és ott is ugyanezek a kérdések vetődtek fel, hogy mi az öntudat, meg mi a, hogy ő lesz-e az, aki a Prestige-be részesült, tehát akit megtapsol a közönség, hogy ő lesz az, aki ugye meghal. És szerintem ilyen szempontból a Westworld-ben is hasonló témákat feszegetnek, és a tökéletesükben viszont a csattanók azok ütöttek rendesen. Nem tudom, hogy ez mennyire a könyv érdeme volt, de azért az össze volt rakva forgatókönyvileg, úgyhogy én valami hasonlót várok itt is. Uh-huh. Igen, én is ezek miatt reménykedem, meg ezek miatt merem azt mondani, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy igazából pontosan tudja, vagy tudni vélik, hogy mi mire gondolunk, és azt felhasználják ellenünk, hogy elhitessenek velünk valami olyat, ami igazából teljesen más lesz. Jó, akkor... Reméljük. Akkor térjünk rá az utolsó és egyben legelső sztoriszára, ugye a Ridley Scott Delosnak a sztoriszállára. Ugye háromszor láthattuk ugyanazt a jelenetet, amiben először is a napi rutinját követhetjük végig, aztán mondják neki, hogy jött egy vendége, erre mondja, hogy na végre bazd meg, skót akcentussal, és megérkezik hozzá William, felajánl neki ezt kacsot, beszélgetnek, és akkor végén arra fut ki az egész, hogy odaadja neki ezt leírva papíron ezt a szöveget. Ti mikor találtátok, előre kitaláltátok, hogy ez lesz, vagy valamennyire meglepetés volt, hogy az nem az eredeti Delos? Mikor átadta először a papírt, akkor gondoltam azt, hogy az valószínűleg a forgatókönyv. Akkor úgy. Igen, nekem is, tehát ehhez a sztoriszához három dolog van felírva, az egyik az epizód elején a hosszú beállítás, ami tök jó. Hát jó. Igen. A másik az, hogy a papa robot nyíl script. És aztán ez megtörtént, és ezt így kihúztam. A másik az, hogy ugyanaz vagy verziók, tehát hogy ugyanazt a csávot látjuk-e, vagy ugye újraépítik. És ez is kiderült, hogy ezt is ki kellett húznom. Úgyhogy ezért nem tetszett ennyire ez a... Nem, egyébként jó volt. Aztán jött egy nyíl, hogy tűz, plot hole, vagy logika? Nem, azt nem, már csak én trollkodtam bele. Az nem kellett leírni. Jó. Az megmaradt. Egyébként szerintem kurva jó volt az egész jelenet felépítés, a színészi játék az 10 per 10, tehát a Delos papa az kurva jó játszott szerintem, főleg a végén, tehát hogy azért azt előadni, hogy te egy ilyen hibás robot vagy, akinek össze-vissza rángatózik a lába, de hogy te nem akarod, hogy rángatózol, és próbáld ezt visszafolytani, de közben még egy rohadt érzelmes jelenetet adjál is elő, hogy mit tudom, megtudod, hogy meghal a feleséged, meg a lányod, de közben meg legyen beszédhibád, és ne tudjál normálisan beszélni. Tehát ezt mind megcsinálni szerintem egy hatalmas teljesítmény, és simán lehozta a faszit. Hát meg a forgatókönyv is kurva jó volt hozzá, mármint a szövegkönyv, hogyha azt veszik, tehát hogy annyira jó voltak ezek a visszatérő szövegek és mondatok, hogy így tényleg, mintha így lett volna neki egy ilyen kész kis
kis zsákja, amiben előrángatott mondatokat, és mindig ugyanazokat vett elő, mindig ugyan azonos mondatokat használt bizonyos szövegkörnyezetekben. Olyan, mintha így megkeverték volna az egészet, de alapjáraton az alkotó elemek ugyanazok maradtak volna. Igen. És ez a sorozat hozta azt az érzést, amiket akartam kapni már az elejétől, hogy igen, leül egy ember és egy nem ember, de érzem, hogy itt valami nem működik, és már úgy voltak felépítve ezek a jelentek is, hogy volt valami, most hülye hasonlat lesz, de valahol szerintem megállja a helyét, Black Mirroros az egész hangulat, és az ilyen fogós témák, amik ilyen jól vannak előadva, tényleg Peter Mullen az fantasztikus volt ebben a pár jelenetben, eszméletlen, amit a fasz idehozott. És valahogy az egész úgy van felvéve, tényleg a Lost legjobb pillanatait idézi, hogy elindul egy ilyen klasszikus retro zenével, és közben meg tudod, hogy valamilyen szörnyű dolog történik, és valami nincs rendben itt az egész helyen. De fú, nagyon tetszett. Kicsit olyan Ex Machinás volt, és én azt a filmet nagyon imádom. Ebbe is táncolt. Abba is, igen. Igen, Oscar Isaac zseniás tánc mozdulatai. Fú, nagyon tetszett. Remélem, hogy lesz még ilyen. És ugye mondtad, hogy a Lostra hasonlít ez a jelenet, hát a névadás is stimmel, hiszen The Lost. Igen, ez megtapsolnak valahol egy másik univerzumban, ezért létszíneted, ne biztos. Jó, ugye azt is meg... Who the Lost? Nincs mélypont, de szerintem ezt állapíthatjuk meg, hogy... Nincs mélypont, csak plot hole. Igen. Gásper, levegőt vettél, vagy csak fáj? Fáj, és szerintem 14 milliárd és 65 különböző világban nem tapsoltuk meg ezt a poénet. Jó, azt tudtuk meg egyébként a beszélgetéseikből, hogy ez már azt hiszem az utolsó volt, a 149. kísérlet. Igen. Meghalt a Delosné, meghalt a Delos lánya, és meghalt Logan túladagolásban. Nyilván ezt elmondták, tehát hogy nem lehetünk benne teljesen biztosak, de hogy nem nagyon várjuk az öreg Logant. Hát már háromszor elmondták amúgy, így külön-külön, tehát már a rész elején is egyszer elmondták, az előző részben is elmondták, meg tehát, hogy itt is emlegették, hogy már nem tudom mennyiszer, hogy ő túl lőtte magát, és meghalt, mint hogyha így, ez tényleg így van, hidd el nekünk. Pedig lehet, hogy csak Login. Vagy Logoff volt, és ezért így nem jelent igen. meg. Igen. Azt múltkor már elsütöttem, hogy Hugh Jackman alakította volna az öreg Logant. Azt hiszem, valami volt már. Pedig ez szerintem vicces. Lett volna. Na, kedves hallgatók, hallott, egyébként a egy dobozos sopronipa mondja ezeket a poénokat, nem én, úgyhogy ha esetleg utólag perelnének, akkor a sopronit pereljetek. Igen, de citromos soproni, abban semmi nincs. Hazudsz. Ne sértegesd az ipát, légy. 4,8%, úgyhogy bocsáss. Ó, bocsánat, akkor minden meg van magyarázni. Na gyorsan zárjuk le, mielőtt tényleg vállalhatatlan szintet ütnek meg a poénjaink. Ugye úgy végződik ez a sztoriszál, hogy az Etheris felgyújtatja a... Nem gyújtatja fel, pont hogy nem, hanem azt mondja, hogy hadd följön a saját levőben a Delos papa. És akkor a Bernardék pedig az idézőjeles jelenben megtalálják ezt a kis szobát, ahol valamiért ott meg van halva az a technikus, japán, és meglátják a Delos-t, aki úgy néz ki, mint Sam Neill a halálhajóban, tehát így szétvagdosta a saját arcát, és pokolról hadovál. Van egy rövid akcióját, ahol egy reumás robot és egy 70 éves öreg ember harcol, majd úgy végződik. De azt jól mondtam, hogy szörnyen nézett ki ez a jelenet. Igen. Tehát hát nyilván látszott, hogy mivel egyiken sincsen maszk meg semmi, ezért ezt így nem lehet normálisan összerakni, ezért inkább így úgy vágták, hogy semmit ne lássál. Igen, ez ilyen Tekken 3-at ne sérteges! Na sérteges, a Tekken 3-at létszer. És már nem emlékszem a végére, de hát végül ott felgyújtották, ugye? Tehát ennyi volt az ő... Hát benyomták a pörzset, igen. Jó, oké. Vagy a Terminator.
Ehhez valami hozzáfűzni valótok van-e? Hát igazából csak az merült fel, hogy oké, okay, hogy most megtalálták itt az öreget, de én azt hittem, hogy vele még itt kezdeni akarnak ezután Igen, valamit. Bár oké, ezt okay, hogy nem hallom. voltam úgy használható állapotban, tehát ugye ilyen totál lejött már az életről, és most nagyon-nagyon idézőjelben mondtam ezt, tehát így nagyon szar volt a pingje, aztán így... Meg az FPS-e is. Igen, tehát így meg a hardware is már tök kevés volt hozzá, de... Jó, az is gáz lett volna, hogyha most azt mondják, hogy jaj, tartsuk életbe, és vigyük magunkkal, és akkor viszik magukkal, mint egy zsák szart, hát amúgy annyit ért az öreg. Úgyhogy valahol így kicsit csalódott is vagyok, hogy nem csináltak vele semmit, meg kicsit örülök is, hogy nem csináltak semmi nyilvánvalót vele még így extrában. Hát szerintem annyiból ez szükségszerű volt, hogy megmutatták, hogy mivé lesz a... úgymond ez az öröklét, amikor meghibásodik, és tudatosul egy olyan gépben ez az egész, aki félig ember. És ahogy már beszéltük, valószínűleg erre fűzik fel az egész évadot, és akkor potenciálisan ugye a Williamnek a szála lesz ez, hogy lehet, hogy ő is ezen az úton jár, és nála máshogy fog ez végződni. Pont ezért kellett ez, hogy megmutassák, hogy mi a másik vége, és mi lehet itt az egésznek a tétje. Én ezt szűrtem le, meg itt azért elég creepy volt, ahogy ott megmutatták, hogy ott teker még mindig a Delos, és a piros színekkel. Itt tényleg éreztem. Érdekes ennél részt, mindent lehetett érezni, amit akartak. Itt feszültségteljes, ijesztő volt, amikor azt akarták, érzelmes volt, amikor azt akarták, úgyhogy bravo. Én nekem tetszett, nyilván ez egy olyan harc volt, amit úgy kellett felvenni, mert most két ilyen beteg android harcol egymással, oké, nem, jó. Tetszett, hogy így ez egy keret történet volt. Igen. Ja. Oké, okay, akkor mindenki egyetért. Szerintem nagyjából akkor ennyi volt a rész. Igen, én még annyit akarok hozzáfűzni, ezt elfelejtettem mondani a Williamnél, hogy amíg ugye nem jött ki a Westworld, addig mindenki azt mondta, hogy meg tök egyértelmű volt, hogy az Aetheris az eredeti Westworld filmnek lesz a remake-elt főszereplője, ugye abban volt az a kopasz android, aki a végén elszabadul és legyilkolja a főszereplőket. Tökre hasonlít rá. És itt, amikor feltűnt azokkal a pisztolyokkal és lövöldöz, akkor szembe ötlött az, hogy eddig azt mondták, hogy nem, ő mégsem az lesz, aki az egyértelmű remake lehetett volna a régi szereplők közül, de most meg úgy tűnik, hogy ha ez a android vonal lesz, hogy ő tényleg egy android, és akkor mégiscsak ez egy ilyen remake-elt szereplő lesz a 70-es évekbeli verzióból. Nagyon érdekes szerintem ez, hogy ez is ilyen, lehet, hogy csak beleképzelem, de tökre olyan az arcberendezése a két színésznek. Érdekes kis Ja, abszolút. Részlet. Akkor ennyi volt az egyik legjobb Westworld rész szerintem. Reméljük, hogy... És egyben a leghosszabb. És a leghosszabb, igen, nagyon hosszú volt. Igen. De nem unatkoztam abszolút. Nem, tehát itt azért ennek jobban állt a játékidő, mint az előző résznek. Határozottan abszolút. Még, hogyha az nem is volt egy hosszú rész. Így van, úgyhogy köszönjük még egyszer tehát, hogy velünk tartottatok. Írjátok meg, hogy tetszett az epizód, mit szóltok a mi teóriáinkhoz, vannak esetleg nektek saját teóriáitok. És akkor hamarosan ismét jelentkezünk ugye a jövő heti epizóddal, ami már ténylegesen a Samurai Sword-be fog játszódni. Gergő, egy Twitter fiókot kérnék tőled ismételten. Hát ismét megtaláltak a Cergo 93-as profilnév alatt, és valószínűleg itt is meg vissza fogok térni. Úgy legyen. Úgyhogy akkor jövő héten találkozunk, addig is pedig minden jót kívánok nektek. Sziasztok! 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 Hey.